Hello, sziasztok! Folytatjuk ezt a Far Cry Primal végigjátszást, és hát megnéztem, és itt van az, akihez el kéne mennünk, ez a bizonyos Da, és Udam skilleket fog adni, szóval ő tényleg úgy néz ki, hogy egy Udam lesz, de akkor miért fog nekünk segíteni? Tehát ez még nagyon nem világos. Minden esetre már bírunk új dolgokat craftolni. Tudjuk ezt fejleszteni. Ezt is. Ezt eddig is tudtuk, de ezt nem fogjuk. Mert kellenek a izék. A borzok, és nem akarjuk elhasználni. Viszont egy ilyet tudunk csinálni. Amit most meg is fogunk tenni. Na, oké. Nézzük. Na, nem ír ki valamit, hogy bírnám használni? Gondolom itt lesz valahol. Nem. Viszont akkor már csinálok ilyet. Nem. Ezt craftolunk. Mert kell. Hogy bírok olyat? Hogy bírom használni? Azt nem kéne kiírjad? Basszus, hát... Ja, ott van. Controls, nyomjam le az alsót, vagy tartsam lenyomva. Ho-ho-ho-ho! Ez milyen király? Hu-hu! Hát ez über király. Na de akkor nekünk itt le kéne ugranunk, ha minden igaz. Így is van. Jak. Oké. Milyen állat kell még nekünk? Hát ezek itt nem lesznek. Na akkor, Geronimo! De über királyú néz ki mindig, ahogy leugrunk. Nem lehet felvenni? Ja, de. Oké. Ott egy mamut. Bár nem tudom, hogy megpróbáljuk levadászni. Most foglalkozzunk azzal. Hiszen már vadásztunk egy párat. Vagy egy párszor mamutra. Megpróbáljuk, mi legyen. Na, itt egy kis csapda. Na, Mizu? Menj már onnan, kardfogó kám. Jó. Hú. Szerencsé, hogy már nem sok élete maradt, de ezek a csapdák, ez valami iszonyat jó. Ugye az előző részben is láthattátok, annyi életüket leviszik, hogy ez valami hihetetlen. Tessék, husi. Mondjuk nem valószínű, hogy máskor erre fogunk még jönni, szóval lehet most kéne mamutra vadászni. Amíg még megtehetjük. Egy. Na, gyere! Gyere! Hát gyere! Hát gyere! Nem jössz? Ketten jöttök. Jó. Kicsit foglald le, amíg én ezeket lerakom. Diego. Gyere. Várlak szeretettel. Erre. Hagyod békén. Jó, nem volt rá szükség. Erősebbik Diego, az szuper erős. Neki nem ellenfél egy mamut. Lehet az akár mekkora. Van még benned nyilacska? És benned? Valahol? Ezt nem izéltük le. Ja, tényleg egy csata közben volt. Oké. Kaja. Husi, ez mindig kell. Sőt, kapsz mindjárt még egyet. Hiszen ez nem tölti fel teljesen az életedet. Enned kell sokat, hogy szép nagyra nőjél.
Jó, olyanunk van. Jaj, ezt mellé léptem volna. Illetve fölé. Rare! Király, ritka tollak. Ide benézzünk. Nem, 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 csináljuk. Nem tántoríthat el minket semmi sem. Na. Hát, ha így gyorsabbak leszünk. Ho-ho-ho-ho! Király! Vegyük csak fel! Blood of Oros! Tényleg kellett valamihez Blood of Oros? Méghozzá itt! Aha! Csak kell még clay! Az ott micsoda? Mit jelez a térkép? Ott valami van! Valami van. Olyan, most nem fogok Vengeákat védeni, most... Az aktuális küldit, amit bejelöltünk, azt fogjuk csinálni. Futás. Na már mindjárt ott vagyunk. Én azt... Ja, de hogy vagyunk mindjárt ott. Mintha azt írta volna, hogy ilyen 100 méteren belül ide, nem. Jó, most... Szállj le, szállj le! Az kell, az kell. Azt el kell kapnunk. Ennyi volt. Hogy nézi? Szegény. Nem ezt akartam, de így is jó. Király. Hogy felkapta? Ja, hogy arrébb tetted nekem, hogy nyugodtan megbírjam nyúzni ezt a izét. Jó van, cuki vagy. Na akkor... Ezt begyűjtjük. Ezt is. Átváltunk erre, és meg is gyújtjuk, mert lassan megfázunk. Itt már nagyon-nagyon hideg van. Jó fele jövünk, hát csak. Ne, ne. Jó, fussál csak el. Van egy olyan érzésem, hogy nem lenne téged könnyű legyőzni. Jó. Bár mondjuk olyanra nagyon nem nagyon szoktunk vadászni, szóval lehet értékes lenne a bőre. Megpróbáljuk. Komolyan ilyen kis köcsög, kis mamutok vagytok? Jó, jobb honnan eljössz, mert nem bírlak kimenteni. Húzzunk innen a fenébe. Diego! Ó, édes Istenem! Ilyen kis sunyik vagytok. Jó, van, ti akartátok. Mindjárt levadászom az összeset. Annyi csapdát lerakok, amennyit még életetekben nem láttatok. Még egyszer, komolyan mondom, rátámadtuk a kis házi állatomra, nektek annyi esküszöm. Ó! Oh. Közel vagyunk, nagyon. Nagyon-nagyon. Van itt már ellenség? Én azt elégetem. Ez pedig már...
Na igen, tovább. Én azt mondom. A hautábilag felbírunk mászni. Nagyon király. Grapply! És már rögtön a következő grapply. Jó. Jó. Még egy skill point? Jó, akkor srácok, ezt fogjuk. Mert ez nagyon király, hogy egy hardwoodból itt 8 nyilat kapunk. És a nyilat azt azért szoktuk használni. Nézzük csak. Hoho. Király, mindenből van sok. Beütve elég. Oké. Na, szuper. Fel kell készülni, hiszen very hard elvileg a küldetés. Na most nem akarok rád ülni. Na. Bagyocska, intézkedj. Kivégezlek, hagyjátok békén! Tigrisemet, úristen, a térképre nézek, mennyien vannak. Oké. Szépen. Lassan, ne vegyenek észre. De ne csald ide őket, légy szíves. Hát én szeretlek, de hát azért, azért ne. A kürtöket szét kéne szedni. Bagoly pedig töltődjön már be. Jó van, te szépen vadászd őket le. Meg ne halljál nekem. Jó, jó. Jó. Egyél. Egyél, mert kicsim volt. Gyere még, húsi. Gyere, 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 szépen. Ezt eddig jól megoldottuk. De a kürtet azt nagyon szét kell szednünk. Vadázz le! A kürtet szétszedem. Basszus! Ezzel elkéstünk. Hú, most lesz nehéz dolgunk. Basszus, nem haltál bele abba az izébe. Hoppá, 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 de szedik az életemet. Nagyon szedik, nagyon szedik. De hogy miért engem bántasz? Én megmentettelek. Jól van, megyünk oda. Jól van. Hú, de megy az életem lefele. Ez így nem jó. Gyere már ide. Agyadjak életet. Hát ezt nem hiszem el. Miért kell neked... Da? Mi az, hogy da? Mi az, hogy da? Ja, az a izé. De hát ez elvileg... Velünk van, hát el kell hoznunk a Vengyákhoz, nem? Akkor most ezt nem értem. Hát ilyen nincs. Mennyien vagytok? Hát ez... Jó, értem miért very hard ez. Értem, értem. Jó. Tigris, bigris.
Oké, te velem vagy. Ne! Ne! Ó, basszus. 6-10 évbe kerül, nem érdekel. Viszont így most a bőrét lebírom nyúzni, nem? Jó, ez most kicsit fura, de meg kellett tennem. Jó. Közben skinelünk. Gyere, hagyadja a kusit. Hagyd békén. Kusit. Egyél már. Ne menj küzdeni. Egyél. Jó, látom, nem bírok adni. Akkor eszek én. Ez ilyen egyszerű. Hogy rohagy meg. Ó, basszus. Kilő. Ennyi. Ne szórakozz már velünk. Na, oké. Elvileg velünk vagy. Azt a büdös! Hú. Jó, husi. Ó, basszus. Mi történt? Meghalt, hát adtam neki húsit. Ne idegesíts. De ha már így alakult, akkor lenyúzzuk. Nem, ugye nem lehet a közelébe menni, hát belőle jön ez a méreg felhő cucc. Ó, édes Istenem. Szép volt. De most neked is annyi. Neked is annyi. Na. Hát ezzel meg is volnánk. És nulla halál. Már azért közel jártunk hozzá, amikor az a Death legelőször belénk ütött. Szerintem ugye 3 kockányi életet leszedett a 4-ből. Az úgy meleg helyzet volt. Na, de most akkor nem megöltünk. Most akkor mi van? Ott feküdtél. Ez micsoda? Yuri Malshazar. Ta krava tam vajda. Krava hata. Malshazar kuan. Udaha Malshazar. Udaha. Most azt akarja, hogy öljük meg. Oké. Na, ebből mi lesz? Aha! El akarjuk hozni a Vengyákhoz, hogy... megtanítson minket erre az izére. Erre a mérgezős, füstfelhős izé cucra. Tehát akkor egészen hazáig így végig sétálunk, mert ez nem lesz egy rövid menet. Érdekes. Na hát akkor most úgymond szereztünk egy udamot, de nem saját akaratából lesz velünk, hanem kényszerítjük. Ó, és már itt is vagyunk, végig sétáltuk ezt a hosszú utat. Érdekes, hogy ennyire aktív ilyen hosszú út után, hát én alig kapnék levegőt.
Na, Mizu. Torsibál. Így van. Innen nem jutsz ki. Zaiv Malshazar. Nem Malsh. Malsh. U Winja. Daj švati Krauhananda. Na, most mi lett? Akkor segít? Mi a szösz? Daha, Zudám csatlakozott a falunkhoz. Hát oké. Okay. Na, van egy skill pointunk. Ezt eddig egyetlen egyszer adta be, hogy én elbírjak dobni olyan sárdot. Ez kéne ez a fejlesztés. Na mindegy. Hoppá, 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 hoppá. Aha. Hát akkor nyomasztjuk is. Várjunk csak. Először is ilyet is még. Ilyet is. Oké. Aha, és itt lehet... És lehet ilyenünk is. Hát ez nagyon menő. Na, szuper. Mizu, lehet veled beszélni? Hogy lehet veled beszélni, is alig tudsz. Na akkor... Ezt mi nem fejlesztettük? Vagy csak akartam? Ezt fejlesztjük. Hiszen 3 mamut kell hozzá, nekünk meg van 9. Opa! Opa! És nekünk ritka is van. Még egy fejlesztés. Nagyon király. Leopárd az... Csak nem fog kelleni, én ezt elhasználom. Jó. Ilyenünk is van. Félek, hogy ez azért már fog kelleni. Nézzük csak itt a faluba a dolgokat. Hát ide nem. Ide se... Ide se. Ide se. De hogy bírom fejleszteni neki? Te meg ki vagy, azt se tudom. Na mindegy, én még nem használom ezt itt el. Ezeket a karfogú tigriseket. De neked én nem bírok itt kunyhót csinálni, vagy fejleszteni, vagy bármit is. Ezt a kis börtönödet se bírom nagyobbá tenni. Na hát ez így érdekes, érdekes. Jó, akkor nem erre jövünk. Ott van. Jajaj, rám ne esse. Na, szevasztok. Oké, most már akkor vágom, mi merre van. Most már tudom, hol vagyok. Nézzük csak a térképet, oké? Okay. Viszont... Nem értem, hogy ezt a... nőt miért nem jelzi a térkép. De itt meg azt írja, hozd Dált az Udamot a... hozzam ide vissza a saját falunkba. És építsek neki kunyhót. Hát de hogy a fenébe? Nem enged semmilyen kunyhóépítést. Pick. Pick.
Na mindegy, ribasztás. Oké, ez nem. Várjunk csak, jut eszembe. Oho. De ebből a bombából nem bírok többet csinálni. Miért csak ebből engedi? Hát ez nagyon köcsög. Nézzük csak. Hogy írja pontosan? Ja, csak Sting Bombs. Ó, fene. Jó, itt lesz majd ez is. Ja, akkor no para. No para. Na, akkor visszanézzük csak a dolgokat. Ó, hát ezt kell ám. Oké. Oké. Usi, azt kell, mert most használtunk el bőven. Ugye ilyet is, mert kétszer újjá kellett élesztenünk a kardfogó tigriskénket. Tinszáj, hogy van? Biztos jól? Na akkor most bírunk választani, hogy Vogához menjünk küldizni, Szájlához, vagy pedig Keroshoz. Na de ezt majd a következő részben fogjuk kigondolni, hogy végül is melyik legyen. Úgyhogy ennek a résznek ennyi lett volna mára, remélem tetszett, hát én nagyon élveztem. Mert nagyon menő volt ez, ahogy idehoztuk ezt a Da, az udamot. Bár még mindig hihetetlennek tartom, hogy innen körülbelül egészen idáig végig sétáltunk vele. Mindenen keresztül, hideg, hegyes, havas helyeken át, hegyeken, ilyen folyókon is keresztül mentünk, egy csomó fenevadon átmentünk, és lazán elsétáltunk vele, úgyhogy nem próbált megszökni meg semmi. Tehát lehet, mondjuk úgy, logikusabb lett volna, ha olyan kacskint raknak be, hogy mi ott egy kicsit letáborozunk, meg szólunk a többieknek. Bár nem tudom, hogy kéne szólni, mert ugye itt nincs telefon. Na de valahogy mégis szólunk nekik, ők idejönnek és így együtt visszavisszük. Na de ez nem így történt. Ettől függetlenül nekem nagyon tetszett, remélem, hogy nektek is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!